Sziasztok! Kijöttem ide kis tolmácsra, igazából nem egyedül, hanem hoztam a kisunokámat, de hoztam a kellékeimet is, két edény. Az egyikbe beleszórom most nagyon gyorsan a csapatok neveit, ahogy ezt szoktam tenni máskor és máshol is. 9 csapat van, ugye ezt már mondtam. A lebonyolítás rendje pedig pontosan ugyanaz, mint ami tavaly volt. Ez azt jelenti, hogy 2 csoportot fogunk csinálni a 9 csapatból, egy 5-öst, illetve egy 4-est. A szabály pedig az, hogy akik a csoportokban a körmérkőzések után első helyen végeznek, azok automatikusan bekerülnek a legjobb 4-be. A második és a harmadik helyezettek keresztbe, tehát az A csoport második helyezettje a B csoport harmadikjával fog versenyezni, illetve fordítva, azért, hogy bekerüljenek a legjobb 4-be. Marad ugye a végére így 3 csapatunk, akik pedig a A csoport negyedik, ötödik helyezettje, illetve a B csoport negyedike, akik a Vigasz futamban indulhatnak a Vigasz kupáért. Tehát lehet, hogy nekik még majd jobban megéri, mert nem mennek haza üres kézzel. Annak a legénységnek a tagjai, akik a Vigasz kupában nyernek, ott 3 csapat lesz, mint ahogy az előbb említettem. Ez a 3 csapat, ezek a kis cetlik, az A2, A3, ugye most még ilyen kódokkal vannak a csapatok, de nem sokára összepárosítjuk ezeket a csoportokat, egymás mellé tesszük meg a csapatokat, és ez, ha minden jól megy, akkor pár percen belül meg is történik. Mondtam ugye, hogy nem egyedül jöttem, hoztam a pici unokámat, aki hát mire ideértünk, addigra beájult, és bennanszik ott a kamera háta mögött az autóba, úgyhogy most nagyon gyorsan kell mindent csinálni. Na, összekeverettem jól, összekeverem a másikat, és próbálom így ketté tenni, hogy ne is lássam, hogy mit húzok. Húzok egy csapatot és egy kódot. Azt mondja, hogy Dragon Aqua letenyéről, és ők az A5-ös. Őket ide teszem külön. Megint nézek mindenfelé, hogy ne lássak semmit. Azt mondja, hogy a Müller ugyancsak letenyéről érkezik majd. Ők a B3-as kódjelű csapat. Megint keverintünk, kavarintünk, húzunk egyet-egyet. De hogy megkiesik a kezem. A Dragon Power, ők pedig az A2-es jelű csapat. Már 3 megvan, kisunokán pedig még mindig mélyen alszik, szemüvegigazítás. Azt mondja, hogy hullámtörők letenyéről érkeznek, ők pedig a B4-es jelű csapat. Megint kavarunk egyet. Természetesen ez, amit most csinálok, ez majd az interneten nem sokára, talán egy óra múlva látható lesz. Nagyon Dragon, ők helyiek, kistolmácsi csapat, ők az A3-as kóddal indulnak majd be a táblázatba. Megint húztunk egyet-egyet, Vargaszárnyas Becsehelyről jönnek, íme, ők pedig az A4-es kódot nyerték el maguknak, ami természetesen egyelőre semmit nem jelent. Azt mondja, hogy ördögök, vagy sördögök, Gyékényesi csapatról beszélünk, ők pedig a Béla 2-es kódot kapják. Még húzunk egyet-egyet, azt mondja, hogy Széltolók Nagykanizsáról jönnek, ők a Béla 1-es jelű csapat, és már csak egy csapat és egy kód van, ez pedig az Avius Rangers Nagykanizsáról, és az ő jelük az Aladár 1-es. Ők már biztos, hogy 10 órakor hajóra kell, hogy szálljanak. Ez volt a sorsolás. Néhány fontos dolog, ami most eszembe jut, mondjuk a legfontosabb, hogy figyeljen mindenki a telefonjára, mert egy pillanat alatt átugrik horvát hálózatra, itt ugyanis az erősebb, mint amilyen a bármelyik magyar, így aztán elég vastag lehet a cég, főleg, hogyha valaki még nyomja a Facebookot vagy az internetet is elég rendesen. Azt kértük, és azt kérem most is, hogy minden csapat az első rajt előtt legalább negyed órával, de inkább 20 perccel jelenjen majd meg, hogy tudjuk, hogy itt vannak, és akkor nem borul fel a versenyrendje. Az összes többi pedig elküldöm a csapatkapitányoknak szerintem írásban. Ha minden igaz, akkor ugyanilyen idő lesz, mint amilyen most van itt. Most egyébként csütörtök, este 7 óra van. Találkozzunk akkor szombaton reggel itt, Kistolmácson a tónál. Szevasztok!